A Magyar Távirati Iroda vezérigazgatója azonnali hatállyal megszüntette az MTI Hírcentrum igazgatójának munkaviszonyát. A médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója pedig felmentette az MTV a Hír és Hírháttér műsorainak főszerkesztőjét. Két szakszervezet az MTV a székháza előtt tüntetett a 10 napja történt Lomnici ügy néven ismerté vált eset miatt. Az éhségsztrájkolók matracokkal, termoszokkal és kerti székekkel, az MTVA pedig zeneszóval és a legújabb Symphonic Live DVD-vel fogadta a rendezvényre érkezőket. Nagy Navarró Balázs 5. napja éhségsztrájkol az MTVA épületének bejáratánál. A demonstrációval azt akarja elérni, hogy az MTI és az MTVA nevezze meg Lomnici Zoltán kitakarásának felelősei. A mai elbocsátásokat sikernek tartja, de további dolgozók felmentését követeli. Amennyiben az ő felmentésük, munkaviszok megszüntetése megtörténik, abban az esetben az éhségsztrájk is be fog fejeződni. Az MTVA kommunikációs igazgatója szerint az eset után a Hírcentrum vezetője és a Hír és Hírháttér műsorok főszerkesztője nem maradhatott a pozíciójában. Az MTI vezérigazgatója és az MTVA vezérigazgatója annak a két vezetőnek a megbízatását, akik felelősek voltak a hírterület működéséért, az ő megbízatásukat a mai nappal azonnali hatállyal visszavonta. Korábban az MTVA és az MTI is már lefolytatott egy-egy vizsgálatot, a szakmai hibákat elkövetőket felelősségre vonták. A Magyar Rádió dolgozóinak szakszervezete nem tud azonosulni az extrém tiltakozási móddal. A rádiós dolgozók tanácsa sem ért egyet az éhségsztrájkkal, a mai döntések után pedig semmilyen további megmozdulásra nem lát okot. Közleményük szerint politikai kalandot nem támogatnak, ezért az akciótól elhatárolódnak. A központi üzemi tanács sem ért egyet a tiltakozásnak ezzel a formájával. Egészséggel vagy élettel való fenyegetéssel nem lehet egyetérteni.